Köszöntök mindenkit, szevasztok! Ez itt a Restart, én a Vendi vagyok. Ezen az apokaliptikus napon is köszöntök mindenkit a TV képernyők, illetve a képernyők előtt, mert hogy nem csak a TV-ben, hanem természetesen a mobil, illetve a számítógép segítségével is nézhető az adásunk, amely élőben itten van. Ez lehetőséget biztosít számotokra, hogy bekapcsolódjatok és hozzá is szóljatok a műsorhoz. Az elérhetőségeinket már látjátok is a képernyő alsó részén, bizony a Skype éppen látszik, úgyhogy Fix TV Hungary vagy tv.fixhd, mind a kettőt lehet használni, ugyanaz egyébként a Facebookon, a facebook.com/fixhd oldalon keresztül lájkolhattok bennünket, illetve nézhetitek az élő műsort is, ott már éppen sugárzunk, be is köszöntem, hogy sziasztok, ugyanezt a Twitch-en is meg lehet tenni, twitch.tv/fixtv/restart a műsornak az elérhetősége, ott is élőben sugározzuk az adást, úgyhogy hozzá tudtok szólni a videó mellett, tegyétek ezt, én pedig jövök a legfrissebb IT újdonságokkal. Kezdjük is rögtön azzal, hogy ígéretes processzort mutatott be az Intel, talán ez lehet a következő generáció, bár igazából nem tudom, mennyire lesz itt generációs ugrás, de a számozás is változik mindenképpen. Felbukkant a PassMark adatbázisában az Intel Core i7 1065 G7-es processzora, amely rögtön meg is verte egyébként az AMD Ryzen 7-es 3750-es H apuját. Míg mostanában ugye AMD az asztali fronton szeretne döngetni rekordokat, ugye a Ryzen 3000-es processzoraival, addig az Intel épp a mobilos kategóriában teszi mindezt. Korábban a Geekbench-en remekelt az Ice Lake szériás Core i7 1065 G7-es, most pedig a PassMark adatbázisában is felbukkant. Azóta a bejegyzéseket ugyan törölték, de azért gyorstározott verziókban még meg lehet lelni, hogy míg az Intel processzora ugye 10.316 pontot szerzett, addig a rivális AMD Ryzen 5-ös processzor csak 8.042 pontot. Mindkét processzor egyébként 15 wattos TDP értéket képvisel. Mutatok ezt a kis teszteredményt. Annyira nem releváns a történet, ismeritek a hozzáállásomat ezekhez a benchmark szoftverekhez, nem igazán csípem őket, de azért jól kiolvasható ebből is, hogy ez a processzor bizony jóval erősebbnek számít, mint a konkurens hasonló processzora, legalábbis a teszteredmények alapján. Ugye itt mobil processzorokról beszélünk, tehát ugye az órajel az ennek függvényében természetesen alacsonyabb, de ugye turbó sebesség mellett azért ezt közel 4 GHz-ig, 3,9 GHz-ig fel lehet húzni. Mondjuk a Ryzen 5-öst is egyébként, az 3,7 GHz-ig. Négy szálas gyakorlatilag a történet, két logikai mag szálanként, illetve fizikai mag szálanként gyakorlatilag a dolognak a lényege. Úgyhogy ez csak egy kis érdekes szösszenet, hogy azért az Intel próbálkozik ezekkel a processzor típusokkal is. Jó, megyünk tovább. 2020-as iPhone-okról vannak itt kérem szépen információk. Az idei az nem lesz egy nagy durranás, ezt már úgy megmondták, és már a jövőbeni iPhone-ok, tehát a jövőre megjelenő iPhone-okkal kapcsolatban sokkal több hír van, érdekes módon, mint az idén megjelenővel, tehát lehet, hogy az idén el is mehetne nyugodtan szabadságra az Apple, tehát felesleges is kiadni, hiszen gyakorlatilag semmi újdonság nem lesz az idei iPhone-okba. Egyébként azt kell, hogy mondjam, a jövőben megjelenőkben sem, de azért Ming Chi Kuo, ugye a neves, megbízható elemző, akinek az Apple-lel kapcsolatos jóslatai általában beváltak, ő beszélt nemrégiben arról, hogy az Apple már 2020-ban kizárólag OLED kijelzős iPhone-okat dob majd a piacra. Juhej! Nem, mintha a Samsung nem ezt csinálná igazából a csúcskategóriás készülékeinél. Állítólag két prémium iPhone is lesz jövőre, egy 5,4, illetve egy 6,7 hüvelykes modell, amelyek egyaránt 5G képesek lesznek. Az iPhone XR
következő utódja 6,1 hüvelykes OLED panelt fog kapni, de csak LTE képes lesz, tehát az nem lesz 5G képes. Ha mindez így lesz, akkor az Apple végre azoknak is kedvez, akik kompakt csúcsmobilt szeretnének maguknak. A jelenlegi 5,8 hüvelykes iPhone XS-hez mérten az 5,4 hüvelykes megoldás azért felüdülés lehet egyesek számára. Eközben viszont a nagyobb modell még nagyobb képernyőt hozhat majd magával. Q szerint az Apple jövőre Qualcomm 5G-s modemeket használ majd. A saját megoldása, ugye beszéltünk róla, hogy az Intelt szeretné megvásárolni, hogy ez összejönne vagy összejötte, erről egyelőre nincsenek információk, de 2022 előtt biztosan nem lesz saját megoldása, tehát kénytelen lesz a Qualcommra hagyatkozni az 5G-s modemek terén. Az idén ősszel érkező 2019-es modellek mindegyike 4G-s lesz, és az Intel modemeire fog építeni. Az iPhone 11 Max ultra széles, az iPhone XR utódja pedig telefotós kamerával újít majd, négyzetes kamera szigetben. Ezeket már halljuk egy ideje, úgyhogy valószínűleg ez így is lesz. Egyelőre ennyit tudunk az iPhone-okról, az idejekről ezek szerint még kevesebbet, mint a jövőre megjelenőkről. Jövőre itt a nagy 5G boom fog valószínűleg elindulni, és mindenki az 5G-s készülékeket fogja majd a piacra szórni. Maradunk az Apple-nél. A Huawei bojkottban kicsúcsosodó Kínával szemben hirdetett amerikai kereskedelmi háború az amúgy sem olcsó iPhone-ok árára is hatással lehet a jövőben. Kérdés, hogy ezt megengedheti-e magának az Apple. Kínában bojkottálnák az iPhone-okat, az új operációs rendszert kénytelen fejleszteni a Huawei, miközben le kell mondani a PC gyártásról. Ezek már egyértelmű következményei az amerikai-kínai kereskedelmi háborúnak. Az egyszerű felhasználó úgy gondolhatja, ez túlságosan nem érinti őt, azonban már is érintetté válhat, ha mondjuk iPhone-ja van, pontosabban, ha ilyen telefont szeretne a jövőben. Az iPhone-ok nagy részét gyártó Foxconn ugyanis bejelentette, hogy komolyan elgondolkodik azon, hogy a Kínán sújtó intézkedések miatt kvázi innen a termelését, kiviszi innen a termelését, ami viszont az ellátási lánc áthelyezése miatt óhatatlanul is költségnövekedésekkel járna a jövőben. Tehát az amúgy is drága iPhone-ok még drágábbak lennének. Egyébként nem csak az iPhone-ok készülnek Kínában, hanem az iPad-ek, a Mac-ek, az Apple Watch-ok is tartalmaznak olyan alkatrészeket, amelyeket ott gyártanak, illetve szerelnek össze. Az ellátási lánc áthelyezése nem megy egyik percről a másikra, a folyamat akár egy évnél is tovább, egy másfél évig is eltarthat. Szükség van új munkaerőre, ezek betanítására, átképezésére. Ha most nagyon ironikus, nem is ironikus, hanem inkább, nem is tudom, szarkasztikus vagy morbid szeretnék lenni, akkor ugye újabb kínai kisgyerekeket kell valahonnan beszerezni, akik majd éjjelente összeszerelik nagy üzembe az iPhone-okat. Ezt inkább vissza is vontam. Jelenleg szinte egyetlen hely sem felel meg a mostani kínai gyártási láncnak. Az Indiából történő szállítási idő például legkevesebb 2 héttel növekedne meg, aminek, mivel ennek az országnak nincsen olyan infrastruktúrája, mint például Kínának, ugye hát gondoljuk csak, hogy nincsenek nagy autópályái, gyors vonatai sincsenek, vagyis hát vannak, csak nem olyan gyorsak, mert lógnak rajta az emberek, tehát annyira gyorsan nem, mert leesnek róla. És hát olyan kikötő is sem nagyon vannak, max a tengeri részeken, de hát India nem erről híres. A szakértők szerint, ha mindezt figyelembe vesszük, nagyjából 30%-os áremelkedésre érdemes számítani 1-2 éven belül az Apple termékek kapcsán, és akkor még pluszban, amit az Apple egyébként is emelne, meg infláció, meg mit tudom én, kutyafüle, ugye természetesen. Tehát 30%, ugye? Mennyire is fog majd kerülni, akkor majd egy új Mac. Most már csak az a kérdés, hogy mi lesz ezzel a 30%-kal, lenyeli-e az Apple majd ezt, vagy tovább hárítja a vásárlókra? Van egy tippem, hogy utóbbi fog történni. Ami bár a jelenleg nem túl rózsas iPhone értékesítési adatok miatt könnyen elképzelhető, hogy nem így lesz, de kénytelen valamiféle választás elé. Vagyis hát a maga a helyzet választás elé állítja az Apple-t is. Tehát magyarul, szó mi szó, ugye a cikk elejéből induljunk ki,
Tehát ez a bizonyos Huawei botrány, ez az összes többi szereplőt, közöttük az Apple-t is elég durván befolyásolni fogja. Tehát nesze neked Trump bácsi intézkedései, ugye? Megbolondítja itt az egész piacot. Jó, megyünk tovább. Vészjavítás érkezett a Firefoxhoz, amit azonnal érdemes telepíteni. A tegnapi nap folyamán soron kívüli javítást adott ki a böngészőhez a Mozilla, miután kiderült, hogy egy úgynevezett már a vadonban is kihasznált súlyos sebezhetőség rejlik abban. Ez nem tudom, mit jelent ez a vadonban, tehát már élesben valószínűleg. A kritikus besorolású biztonsági résen keresztül tetszőleges kódokat lehet csempészni a Firefox-szal szörfőzők gépeire, több oldal pedig meg is próbálta már ezt a lehetőséget kihasználni. A sebezhetőség a legújabb 67-es verziójú Firefox mellett a hosszan támogatott, tehát úgynevezett LTS verziójú 60.7-es ESR kiadást is érinti, így a böngésző minden felhasználójának javasolja a most érkezett folt azonnali telepítését, illetve hát magának a böngészőnek a frissítése ezt megoldja. A Mozilla böngészőjéből a rendes ütemterv szerint csak július elején érkezett volna, és várhatóan fog is érkezni egy új kiadás. A cég pedig csak azért döntött a soron kívüli frissítés publikálása mellett, mert tudomása szerint már vannak olyan rosszindulatú weboldalak, amik a már egyébként most frissen lezárt sebezhetőséget megpróbálják felhasználni a gyanútlan webezők megtámadására. Ilyenek ezek a hackerek, kérem szépen. Úgyhogy frissítsen, aki Firefoxot használ, mindenképpen. Microsoft új speciális gombot vagy gombokat rakna a billentyűzetekre a Microsoft. Ugye a Windows gombot már ismerjük, ami kimondottan Windows specifikus, de Linuxon is működik egyébként, ott is a start menüt, az ottani start menüt hozza elő. De most úgy néz ki, hogy újabb gombok érkeznének. Közel 2 évtizeddel azután, hogy sikerült elérnie a cégnek a billentyűzetek egy speciális Windows gombbal érkezzenek, a Microsoft újabb elemekkel bővíteni a billentyűzeteken szereplő gombok sorát. A cég ugyanis az Office gombot is elhelyezni a billentyűzeteken, vagy legalábbis mérlegeli ennek lehetőségét. Ezt állítják belsős forrásokra hivatkozva a Walking Cat magazin szakértői, akik szerint Redmondban már tesztelik az Office gombbal ellátott billentyűzeteket, igaz egyelőre csak zárt körben. A gomba hírek szerint az irodai csomag részét képező alkalmazások elindítását gyorsítaná meg, de lehet ezen kívül más funkciókkal is felvértezik majd, amelyeket magukban a programokban lehet majd használni. Bár az új billentyűk megjelenés, vagy az új gombok megjelenése a billentyűzete nem igényelni a gyártóktól a teljesen új billentyűzetek tervezését és piacra dobását, mert hogy az a jobb oldali második Windows gomb, vagyis szintén ott elhelyezkedő menügomb helyét venni át, amiket általában nem nagyon használnak az emberek. Ennek ellenére kérdés, hogy mennyire sikerülne a jelenlegi világban a bevezetést elérni a Redmondnak, ahol a cég már közel sem számít annyira megkerülhetetlennek és egyeduralkodónak, mint annó a Windows gomb bevezetése idején volt. Azért szerintem nem nagyon van olyan billentyűzet manapság, amin ne lenne Windows gomb, ugye? Tehát ez valahol mindig ott helyezkedik el, általában az Alt és a Control között. Laptopoknál még egy FN gomb is ott van valahol. És kétségtelen, hogy például az Alt-ból is kettő van, a Control-ból is, a Shift-ből is, de ugye hát ezt azért ugye elég sokszor szoktuk úgy használni, hogy gyorsan gépel, hogy vagy ez a jobb oldalt, vagy a bal oldalt nyomja meg időnként azért funkciókban eltérnek ezek a gombok, tehát az Alt, meg az Alt-GR ugye valahol ki is írják, hogy GR az nem minden esetben felel meg ugyanannak a gombnak, tehát van, amit Alt-GR-rel tudsz előhívni, de a bal oldali Alt-tal nem tudnád előhívni, és így tovább. És hát vannak azért olyan billentyűzetek, amiken plusz extra gombok is vannak. Most azért nézek ide mellém, mert itt ez egy olyan billentyűzet, amit itt meg is tudok nyomni, de például ezen a billentyűzeten, jó, mondjuk ez egy Microsoft billentyűzet, tehát nem igazán lepődünk meg rajta. Jó, retkes, de próbálom úgy mutatni, de ezen a billentyűzeten, jó, erre kell. Két Windows gomb van. Legyetek, tehát ezen kettő. De például a laptopomon csak egy van, viszont van egy másik billentyű itt, ami hát nem tudom igazából mire jó, mert sosem nyomtam meg. Ja de, az gyakorlatilag a jobb egér gombnak felel meg a laptopomon lévő olyan eddig nem, soha meg nem nyomott gomb.
Mert hogy az ember úgyis az egér jobb gombját nyomja, miért nyomna billentyűzete jobb gombot. Na mindegy, tehát hogy... Tehát ilyenre készül a Microsoft. Hát ugye sikerül-e neki, meg gondolom jön majd jogosan a kérdés, hogy hát és a Linuxon annak például mi értelme van? Hát Linuxon is van Office, csak nem, maximum nem az U365-öt, vagy a Microsoft Office-t fogja elindítani majd, hanem az Open Office-t mondjuk, most tök mindegy, vagy a LibreOffice, de gyakorlatilag Office indításra. Alkalmas gomb. Meg hát a laptopon tök mindegy, mert akinek már van egy laptopja, ott valószínűleg a billentyűzetet nem fogod kicserélni ezért. Úgyhogy ott mindegy, ez majd ugye a jövőben érkező laptopoknál lehet az, hogy pluszban lesznek rajta gombok. Tegnap beszéltünk a Facebook újdonságáról, de több újdonsága is van. Az egyik ugye az, hogy tiltogatják tömegesen a magyar felhasználókat is, de erről majd mindjárt. Most a kriptopénzéről, vagyis a Facebook saját pénzéről, a Libráról lesz szó, illetve igazából tegnap volt róla szó, most csak annyiról a szó, hogy éppen, hogy bejelentették, már is betiltják a Facebook kriptopénzét. Tehát alig egy nappal azután, hogy a Facebook bejelentette saját kriptopénzét, már is kiderült, hogy lehet a virtuális valuta nem is kerülhet majd bevezetésre, legalábbis az eredeti formájában semmiképpen sem. A Libra ügyében ugyanis az Egyesült Államok és Európa illetékesei már is vizsgálózni kezdtek. Maxine Waters, az amerikai kongresszus pénzügyi bizottságának elnöke arra szólította fel a Facebookot, hogy egyelőre szüneteltesse a saját kriptovaluta bevezetését, amíg a törvényhozás és a hatóságok meg nem vizsgálják annak lehetséges negatív következményeit. Az elnök asszony szerint a közösségi oldal problémás múltja teszi indokolttá ezen vizsgálatok előzetes lefolytatását a további lépések előtt. Hasonló módon aggályát fejezte ki a Librával kapcsolatban több európai illetékes, többek között a francia pénzügyminiszter, valamint Markus Ferber európai parlamenti képviselő is. Bruno Le Maire szerint nem szabad megengedni a Facebook számára, hogy egy saját önálló fizetőeszközt kreáljon, míg Markus Ferber szerint a Libra bevezetésével az a veszély fenyeget, hogy a közösségi oldal amolyan árnyékbanká válhat, ami szerinte szintén nem szabad az európai törvényalkotóknak, illetve hatóságoknak megengedniük. Egy ilyen virtuális pénz ugyanis alkalmas lehet a hagyományos bankrendszer, ezen keresztül pedig annak működését szabályozó törvények, illetve felügyeleti szervek teljes megkerülésére is, ami nyilvánvalóan beláthatatlan következményekkel járna jogi és gazdasági szempontból egyaránt. A Facebook a Libra bevezetésével bevezetését a jövő évre tervezte, de a friss hírek tükrében nem kizárt, hogy arra végül, legalábbis abban a formában, ahogy eredetileg tervezte, végül nem is fog sor kerülni. Na kérem. Igen, hát az ekkora közösségi oldal működtetése, az most már tény és való, lássuk be őszintén, hogy felelősséggel jár. Csak azt nem értem, hogy azért már van egy pár kriptopénz, ott nem szívóznak, de ha Facebook akar egy ilyet csinálni, akkor rögtön igen, tehát ez is egy kicsit érdekes. Tehát ott nem merülnek föl ilyen jogi kérdések, meg gazdasági kérdések, mondjuk a bitcoinnal kapcsolatban nem tudom hány trillió dollárnyi bitcoin forog a gazdaságban gyakorlatilag, mondhatni ellenőrizetlenül, nem akarok a bitcoin ellen beszélni, természetesen én maximálisan a kriptovaluták mellett vagyok, szerintem ez a jövő, de ezt most nem fejtem ki, régebben már kifejtettem, most nem megyek bele. Hát logikus, hogy a bankoknak szúrja a szemét, meg a különböző érdekcsoportoknak, hogy ha nem lesz rálátás, hogy ki mit, merre, hogyan, ho-ho-ho-ho. Kicsit olyan, mint a KP, mi? Hogy amikor így a KP-ben csak úgy folynak a pénzek, és nincsen, nem lehet lekövetni, hogy ki mennyit kinek adott. Megvan természetesen ennek is az előnye, meg a hátránya is. Tehát pont azért, amiért nem lehet lekövetni, ezért számon kérni se lehet. Márpedig amikor valaki mondjuk szeretné jogi útra terelni esetleges tartozását, akkor ha ez KP-ban történt meg, és nincs nyoma, nincs szerződés, akkor gyakorlatilag mehet, ahova akar. Ha viszont minden digitális, akkor meg mindennek nyoma van, akkor meg nem lehet trükközgetni, ugyebár. Tehát, hogy megint csak azt mondom, hogy nincs jó megoldás, de van jó megoldás, mindent tisztán kell csinálni, és akkor nincs probléma. Tehát azt gondolom, a KP is működött nagyon sokáig, mit tudom én, 50 évvel ezelőttig, amíg nem nagyon voltak
úgymond digitális bankszámlák, tehát nem volt bankkártya meg ilyenek, hanem az emberek oké, akkor is bankban tartották a pénzüket, ez már egy több száz éves hagyomány gyakorlatilag, hogy kamatoztatják a pénzüket, meg hiteleket vesznek fel, meg stb. Stb. Ez már középkorból indult, de aztán az 1800-as évek vége fele, vagy közepétől kezdett el kibontakozni úgy igazából, ténylegesen. De azért úgy, valljuk be őszintén, a nagy világgazdasági válság után kezdtek el ugye a bankok ténylegesen, meg amikor az egész bankrendszer digitalizálódott, bár ez is ilyen hülye hangzik, de tehát, hogy bankkártyát egyáltalán kibocsát, azt nem tudom, hogy mikor bocsátották ki az első bankkártyát, de azt hiszem a 60-as években, talán vagy lehet, hogy az 50-es években, ennek utána kell pontos járni, valaki tudja, akkor írja meg. Tehát, hogy azóta követhető ilyen módon a pénz ténylegesen, hát előtte nem. De manapság én azt gondolom, hogy a kriptopénzek virtuális valutáknál nem attól kell félni, nem tudod követni, sőt, tovább megyek. Nagyon sok olyan a virtuális bank létezik jelenleg is már, ami miatt nem is értem, hogy miért pont a Facebook miatt aggódnak, ami egyébként tök gyönyörűen szépen visszakövethető minden tranzakció, akár csak egy hagyományos banknál, tehát, hogy, sőt, még talán jobban. Tehát hogy az aggodalmakat én nem ez irányba vinném, itt inkább az a helyzet, ami egyébként a legtöbb kriptopénznél ott van, mint probléma, csak nem nagyon léptek ennek kapcsán, mert azért nagyon nagy pénzekről beszélünk, de közel sem akkora pénzekről, ami azért a gazdaságot megborítaná. A Facebook felhasználói meg azért valljuk be őszintén vannak annyian, hogyha mindenki kriptopénzbe tenné a kis pénzét, az már lehet, hogy megborítaná a gazdaságot. Tehát jóval több pénz lenne egy idő után Librába, mint mondjuk Bitcoin. Ebben biztos vagyok, hogyha a Facebook ezt elindítaná, és ettől érthető, hogy félnek, és tény és való, hogy kell valamiféle szabályozás, tehát csak ésszel. Tehát én megértem maximálisan az Egyesült Államok, illetve Európa illetékeseit is, félig meddig, vagy hatósági szerveit is, de azt gondolom, hogy attól még nem kell itt benyomni a vészféket a fejlődésnél, mert megint csak ott tartunk, hogy lassítjuk a fejlődést, miközben ez egy tökéletesen jó dolog lenne, a változás azt kétségtelenül történne. Na majd 50, na, mondta, jól tudtam, akkor az 50-es évek környékén volt ez a dolog. Na, úgyhogy, hát majd erről beszélgetünk pénteken kicsit bővebben a Restart Extrában, mert most már lesz, mert többen kérdezték, mi van, miért nincsen, azért nem, mert nem, sajnos úgy jött, hogy nem értem rá az elmúlt két hétben. Úgyhogy, de most lesz Danival, ha minden igaz, úgyhogy majd beszélgetünk a Facebook kriptopénzéről is. Esküszöm pár hete beszéltünk róla, hogy gyorsul a PCI Express szabvány, és úgy néz ki, hogy már itt a következő is. Tehát alig három héttel azután, hogy elkészült a PCI Express 5.0-as változata, a PCI Siege már is újabb verziót jelentett be a jól ismert buszrendszerből. A PCI Express 6.0-as még egyszer rádupláz az adatátviteli sebességre, ami annyit jelent, hogy egy 16-szoros csatlakozón akár, figyelem, 256 gigabyte átvitelére is képes lehet egyetlen másodperc alatt. Tehát 256 giga per másodperc. Gigabyte per másodperc. Hát, az új szabványt mindezt a PAM4 nevű úgynevezett pulzus amplitúdó modulációs eljárás, valamint az FSI hibajavító eljárás segítségével érik el. Ezt ugye sok helyen használják. A hiba ellenőrzés. Ez például a tévéadásoknál azért nem kockásodik ki a kép néhány helyen, mert van némi ellenőrzés. Ennek a révén 64 milliárdra tudja feltornázni a másodpercenként végrehajtható adatátviteli műveletek számát jelvezetékenként az új PCI Express, hát a vezérlő igazából, mert most nem a csatlakozó fog változni, nem a vezérlő, a csatlakozó ugyanúgy fog kinézni. És visszafelé is kompatibilis lesz természetesen a specifikáció további, vagy korábbi kiadásaival, tehát akár egy nagyon régi PCI Express-es kártyát is bele lehet majd tenni ugyanezekbe a szlotokba. Tehát az új verzió szerint működő ajzatokban régebbi kártyák is használhatók lesznek majd, és vice versa, tehát beletettet természetesen a majdani új kártyákat is a régi slotba, csak az nem lesz olyan gyors. A 6.0-as PCI Express végleges változatának kiadása
illetve az ezzel működő első eszközök megjelenésére valamikor 2021 tájékán lehet számítani, tehát ezért ez még 2 év legalább, de magát a szabványt már bejelentették. Ez azért kell, csak hogy értsétek, mert ez is egy olyan dolog, ez is szembe jött már velem, hogy minek jelentgetnek be évekkel előre dolgokat, amikor úgyse lehet elérni, miért nem tudják rögtön? Hát bakker, hát azért fel kell készülni a gyártóknak is, hogy ja, oké, most már tud ilyet. Tehát egymás mellett haladnak a technológiák, ugye? Tehát vannak mondjuk a videókártyagyártók. A videókártyagyártók már lehet, hogy rég tartanának ott, hogy sokkal gyorsabb videókártyákat tudnának gyártani, csak azért nem tették meg eddig, mert nincs hozzá olyan vezérlő, ami a számítógépbe való csatlakoztatáskor ezt levezérelni. Most megvan a vezérlő is, tehát most végre elkezdhetnek majd ilyeneket gyártani. És fordítva is igaz, tehát a vezérlő, ha megvan, akkor onnantól kezdve jöhetnek ezek az eszközök, azoknak a legyártása és piacodobása, az viszont idő, tehát 1-2 év minimum, ezért van az, hogy 2021 után fog ez valószínűleg bekövetkezni, 2019 van, fél év ráadásul, tehát kell az a másfél év, míg egy új technológiából azért ténylegesen lesz valami. Úgyhogy jó időhöz munka kell, ugye, vagy jó munkához idő kell, jó időhöz is munka kell, igen, mind a kettő igaz. Menjünk tovább. Facebook felfüggesztés, ugye, mert beszéltünk erről, mi is történt igazából. A Facebook elkezdte tiltogatni a felhasználókat, és ez most már Magyarországot is érinti. Többen fel is háborodtak, hogy indoklás nélkül letiltották őket. Többen is tapasztalták ezt a problémát, kedd délután túl fokozatosan estek áldozatul a közösségi oldal kaszájának a felhasználók, így a Facebook mellett sem a Messenger, sem az Instagramot nem tudták a bizonyos felhasználók használni. A senkinek nem szolgált bőven magyarázattal arra, hogy miért is nem jelentkezett be a 10 éve használt fiókjába mondjuk valaki. Amit ezen a napon ugyanúgy használt egyébként, mint eddig, ám egy űrlapon azt az utasítást kapták a felhasználók, hogy töltsenek föl ellenőrzés céljából személyazonosító okmányt. Na igen, hát ez az, amit mondtam, hogy valószínűleg nem azonosított fiókok. Tehát kiket szoktak kitiltani? Azokat szokták kitiltani, meg most is valószínűleg arról van szó, akinek vagy több profilja van, és akkor a Facebook úgy van vele, hogy miért van neked több profilod? Hát miért ne legyen több profilod? Egy embernek egy profilja van. És ugye, ha nincs azonosítva, vagy nincs névazonosság, ha még azonosítva is van, mert ugye mostanában már bekéri alapból a személyi azonosságot hozzá, hogyha egyáltalán létrehozol egy Facebook fiókot, de hogyha nem az a név van mondjuk a Facebook fiókodban, mint a személyi igazolványodban, akkor az mondjuk egy kicsit problémás lehet, hogy miért van neked teljesen más azonosságod a Facebookon. Na, hát az ilyen felhasználókat logikus módon tiltják. Ha a közösségi oldal személyes iratok másolatát kéri, elsőre talán nem tűnik bizalomgerjesztőnek, a tájékoztatás szerint a Facebook azonban bármit elfogad, ami név szerepel születési dátummal és egy arcképpel, tehát valamilyen arcképes igazolványa, például születési anyakönyvi kivonat, útlevél vagy akár jogosítvány is megteszi, nem muszáj a személyt. A Facebook súgó központjában annyit találtunk ezzel kapcsolatban, hogy bizonyos esetekben például politikához kapcsolódó hirdetéseket indító hirdetők engedélyeztetése esetén különleges követelmények vonatkozhatnak a személyazonosító okmányokra, tehát például, hogyha valaki ilyen jellegű hirdetések miatt regisztrál a Facebook, ugye sok ilyen van, akkor ott bizony szükség van egy úgynevezett manuális ellenőrzésre is. Ez segít a visszaélések, például a csalások, illetve személyazonosságokkal való visszaélés megelőzésében, valamint a politikai tartalmú hirdetések hitelességének bizonyításában is. Tehát ugye, hogy ne ilyen mindenféle propagandadumák kerüljenek ki. Annyi előrelépés van az ügyben, hogy a probléma híre eljutott az üzemeltetőkig, de egyelőre hivatalos tájékoztatást még ők sem adtak arról, hogy mi is idézte elő ezt a jelenséget, de hát mindenki tudja. Összeesküvés elméletek szerint akár politikai alapon történő tiltás, míg mások szerint kamuprofilok törlése közben kerülhetett valami hiba a gépezetbe, és ezért tiltottak olyan felhasználókat is, akik semmit az ég adta egy világon nem követtek el. Szintén tegnap
esett arról szó, hogy a tiltási hullám hevében elkezdtek terjedni körüzenetek is a Facebookon, a lehető legrosszabb ötlet, amiben túlterhelve a szervereket hivatkoznak, riogatnak fizetős Facebookkal, ugye, és kitiltással a csalók, de ennek semmi alapja nincsen, ezt még egyszer mondanám. Tehát ne tessék körbe küldözgetni ilyen körüzeneteket, mert tök felesleges. Tehát ez a, hogy... Jó? Na, hiba van a Google kalendárban is, illetve volt egész pontosan, mert elvileg most már megjavult, tehát aki mostanság megpróbálta mai nap elérni a Google naptárat, egy 404-es hiba üzenetbe futhatott bele, ugye az oldal nem található, világszerte gondok adódtak a Google kalendárral, az a kereső cég naptárával, a hibát itthon is többen érzékelték. A gond eltérő időpontokba ütött be, de ami a magyarokat illeti, ők délután 5:30 óta érzékelhetik, hogy valami probléma van a szolgáltatással, vagy érzékelhették igazából a tegnapi nap folyamán történt mindez. A hiba miatt mindenkinek 404-es a webhely nem elérhető üzenet jelent meg, hogyha ráment a naptár oldalára. Alkalmazás az viszont elvileg működött. A Google kijavította természetesen a problémát, néhány óra múlva, este 8:30 körül helyreállt a szolgáltatás, és már normálisan működött is. A Google rendszereiben június elején támadtak technikai problémák, YouTube és a Gmail is kihagyogatott, a mostani kiesés ezeket nem érintette, már hogy a Google-t, illetve a YouTube-ot. Ez most csak kivételesen a naptár szolgáltatásra volt hatással. Google kalendár hasznos tud lenni, én sokat használom, úgyhogy... De hál' Istennek erre az időpontra nem volt semmi értesíteni való, úgyhogy nem volt vele probléma, bár az alkalmazás, mint hallottuk, elvileg működött tovább. Még egy hír rendőrségi ügyintézés felgyorsításával kapcsolatban egy fontos újdonság a rendőrség honlapján. A magyar rendőrség tegnap előtt jelentette be, hogy egy korábbi, egyébként törvény által előírt kötelezettség következtében megvalósuló projekt döntő fázisához érkezett. Az állampolgárok mostantól elektronikusan is intézhetik az ügyeik egy részét az erre kialakított e-szolgáltatás segítségével. A tájékoztatás szerint az Innova névre hallgató űrlapok segítségével gyorsan rendezhetők a folyóügyek. Az egységes rendszer követelményei miatt természetesen szükséges, hogy a felhasználó rendelkezzen ügyfélkapus azonosítóval. A portál a NAV adóbevallási rendszeréhez hasonlóan működik, vagyis fontos eleme, hogyha az ügyfél hibásan vagy hiányosan tölti ki az űrlapot, akkor figyelmeztetést kap, és digitális aláírás is szükséges. Ezek után az ügyfél értesítést kap az ügyéről, illetve maga is nyomon követheti az ügyének az állását. Ha a pénzbefizetésről, tehát mondjuk büntetésről van szó, azt a honlapon is meg lehet tenni, akár magánszemély az illető, akár cég képviseletében jár el, tehát ügyfélkapus azonosítóval ezen túl intézhetünk a rendőrség honlapján rendőrségi ügyek. Ez azért jó dolog, nem kell sorba állni, nem? Tehát, hogy ki szeret a rendőrsége ráadásul sorba állni, ugye? Hogyha ne adj Isten, ilyen van. Meg hát, hogyha valakit, ne adj Isten, lefülelnek, meg gyors hajtott, vagy nem tudom, akkor most már lehet, hogy digitálisan is kap erről valamiféle értesítést. Tehát nem csak itt én 30 nap múlva egy csekket, meg egy, nem tudom, egy posta izét, hogy ekkor és ekkor itt és ezt csinálta, hanem lehet, hogy másnap jön egy e-mail, hogy ha-ho, öcsi sajt, kicsit gyorsabb menti az üllői úton, mondjuk. Tehát, hogy azért ez mindenképpen jó, hogy gyorsabban tudsz róla, és gyorsabban leszel túl rajta. Mert hát most, mi? Hát hogyha, hát be kell fizetni, hát most. Ja, hát ha küld, hát elvileg küld, ugye arról van szó. Innováció, kérem szépen. És még egy Google-lel kapcsolatos érdekesség, amit igazából valami szintén sose hallottam, hogy ez létezne, de állítólag létezik, és a Google már be is aktiválta néhány országban az SMS utódját. Szolgáltató független a történet elvileg, de a szolgáltatóknak kell igazából engedélyezni, hogy ez működhessen. Az SMS ugye az igazi múlt évezredbeli mobil kommunikációs technológia, ráadásul egyre kellemetlenebb költségekkel jár a mobilozóknak
ennek biztosítása. Éppen ezért még 2012-ben a GSM Association szabványügyi szervezet véglegesítette ennek utódját, az úgynevezett Rich Communication Service-t, RCS-t, ugye az SMS után a RCS, amely olyan élményt nyújt, mint manapság, a manapság megszokott chat-tapok, vagyis szöveges üzeneteket mellett lehet képeket, fájlokat is küldözgetni vele. Nagyon leegyszerűsítve az RCS gyakorlatilag az SMS 2.0, ha lehet ezt mondani. A problémát viszont azt jelenti, hogy a mobil szolgáltatók rendkívül lassan térnek át erre az RCS-re. Jelenleg csak pár tucat olyan szolgáltató van, amelyik támogatja, a hazánkban a Telekom például az egyetlen. Sajnos amennyiben a mobilozók SMS helyett RCS-en keresztül kívánnak kommunikálni, akkor mindkettejük telefonjának és a mobil szolgáltatóknak is támogatniuk kell ezt a technológiát. Az Androidban már réges-régen belekerült az RCS, a szolgáltatók tehetnek arról, hogy nem képes elterjedni. A Googlenek elege lett a lassú bevezetésből és saját kezébe vette az irányítást, az androidos üzenetek apja a szolgáltatások megkerülésével is támogatni fogja tudni az RCS-t, ugye neten keresztül fog átmenni az az SMS. Ilyenkor a küldött üzeneteket a Google saját infrastruktúráján átutasztatja majd a feladó fél mobiljáról a fogadó fél mobiljára. Sajnos a kommunikáció egyelőre nem titkosított, azonban a Google szerint nem fog beleolvasni az üzenetekbe, a sikeres kézbesítésük után pedig azonnal törli ezeket a szerverről. A cég szeretné idővel végponttól végpontig titkosítottá tenni a hálózatán átmenő üzeneteket, illetve állományokat. Emellett fontos tudni, hogy akik lehetőség szerint az RCS-t kívánják használni az SMS-ek helyett, azoknak manuálisan kell ezt bekapcsolniuk az üzenet applikációban. Az RCS-es üzenet küldés az a mobilozóknak nem kell sehova semmit regisztrálniuk, az SMS-ekhez hasonlóan a telefonszámaik alapján azonosítja őket a rendszereket továbbító, az üzeneteket továbbító rendszer. Az RCS bekapcsolása után az történik, hogy az új üzenetek elküldésekor a Google rákérdez a címzett mobilján futó üzenet applikációban az RCS támogatására, és amennyiben igennel válaszolunk, bocsánat, fordítva, ha nem igennel válaszolunk, akkor a klasszikus SMS-ben továbbítja az üzeneteket, egyébként pedig, ha működik, mindkét telefonon aktiválva van, akkor gyakorlatilag már ilyen módon megy el az üzenet. Ha valaki egy olyan szolgáltató ügyfele, amelyik már alapvetően nyújt ilyen szolgáltatást, akkor az üzenetek mobil app nem a Google, hanem a szolgáltató infrastruktúráján keresztül fogja küldeni ezeket az üzeneteket. A Google elsőként még ebben a hónapban az Egyesült Királyságban és Franciaországban kezdi el bekapcsolni a saját üzenet továbbítási rendszerét, de még az idén a további európai országokban is elérhetővé válik a szolgáltatás. Ennyi. Díjazáson nincs szó, valószínűleg egyébként, mivel net alapú a történet, ugyanúgy fog működni, mint az azonnali üzenetküldők, tehát nem lesz költsége a történetnek. Kicsit olyan ez, mint az iPhone-nál az iMessage, nem? Tehát ez nem egy nagy újdonság, mint ahogy látjuk, a Google is 2012 óta tudja ezt, csak valahogy nincsen alapból aktiválva ez a dolog a legtöbb telefonon. És most se lesz, be kell kapcsolni manuálisan. Na jól van, nézzünk hozzászólásokat, facebook.com/fixhd, szevasztok facebookosok, itt vagyunk, végre újra szemüvegbe, ezt üzeni Norbert, nem látok csak azért. Ma egész nap túl sokat ültem a gép előtt, és ez azt jelenti, és szemüvegben, mert általában úgy szoktam gépezni, és kicsit nehezebben látok már ilyenkor, és nem akarok most hunyorogni, mert ahhoz már, az még fáradtabb vagyok. Aztán itt van velünk Rozália is, Elemér is, Johnny is, ezért használ, na én ezért használok Chrome-ot, gondolom a Firefox bugra gondolsz, nem mintha a Chrome-ban nem lennének időnként ilyen bugok, tehát egyébként tök mindegy, hogy melyiket használja az ember. Aztán István ide, vajon merre járhat a Tesla modell az űrben, mi lehet vele? Hát ha még egybe van, a vákum nem túl jó konzerváló. Tehát lehet, hogy már nem nagyon... Hát de, valahol a múltkor volt róla valami, hogy valahol megfigyelték, látják, hogy merre megy, meg hogy hol van. De hogy majd belecsapódik a napba egyszer csak, de az nem most lesz még, még azért attól messze van. De valahol arra felé tart. A Mars közel, mintha legutóbb az lett volna a hír, azt hiszem, de ez már jó pár hete, vagy lehet, hogy hónap is a Mars környékén járhat. Ami azért szintén nincs közel.
Aztán bökény, sziasztok, letölteném és telepíteném az új Windows 10-et, de bizonytalan vagyok. A 18.09-es verzió első kiadása nagyon gubancos volt a gépemmel, visszaálltam a 18.03-ra. De azóta se érkezett meg még hozzám a 18.09-es sem. Lehet esetleg valami kompatibilitási probléma, mondjuk én ezt kizárnám, mert nem egy elavult gépen van, egy ROG laptop, i7-es, 7. generációs, 16 gigarammal, stb. Kértem segítséget a Microsoft Magyarország oldalán is, de csak azt a választ kaptam, hogy a letöltési oldalakon nyomjak a frissítésre, köszönöm. Hát én se tudok rá választ mondani, az én laptopom se egy olyan nagyon ősrégi, aztán látod, hogy itt adásban is mondtam, hogy nem engedte frissíteni valamiért, tehát kiírta, hogy ezzel az eszközzel nem kompatibilis, tiszta telepítése, meg gyönyörűen föltettem, és minden működik. Tehát neked is csak azt tudom javasolni, pláne ha ennyire régi Windows-t használsz, hogy szerintem itt már ne frissítgess, mert a frissítés frissítésének a frissítésének a frissítésének a frissítése, és még sorolhatnám, hogy azóta hány frissítés ment, jött ki, az egy idő után annyira megdagad tőle a Windows, hogy már azért lesz lassú. Tehát én azt mondom, hogy szerintem töltsd le, csinálj egy telepítő médiát, és csinálj egy teljes, friss, tiszta installt adataidat, mentsd le, és inkább húzd újra az egész gépet, fullos telepítéssel, akár formázással, és úgy szerintem nem lesz gond, egy ilyen laptopon azért csak nem lesznek problémák. Jó? Józsi, honnan tudok olyan Windows 10-et venni, ahol korlátlan számú gépre lehet a kódot aktiválni, OMS verzió, nem digitális kód, 64 bites home verzió. Ilyen nincs, ezt volume license-nek hívják, de ezt hétköznapi halandók szerintem nem kapják meg. Az Microsoft partnernek kell valamilyen úton módon lenni. És akkor a Microsoft erre ilyen, mondjuk úgy, hogy személyes ajánlatot ad neked, és nagyobb cégeknél van erre lehetőség, mondom, volume license-nek hívják, mennyiségi license-nek, az sem korlátlan, tehát olyan nincs, hogy korlátlan, tehát még ha egy cégről is beszélünk, egy cégbe is mindig megvan, hogy éppen aktuálisan hány gép van. Sőt, ezt rendszeresen jelentened kell, mint Microsoft partner, hogyha egy ilyen módon használod a rendszert, vagy ilyen licenszeid vannak, évente jelentést kell küldened a Microsoft számára, hogy milyen szoftverekkel, hány gépen, milyen licenszekkel rendelkezel. Tehát, hogy ez így nem működik, hogy csak így veszünk egy ilyet, aztán korlátlan annyi helyre rakjuk. Mert akkor érted, lenne egy cég, vagy valaki, mit tudom én, a Tamás elmegy a boltba, vesz egy ilyen licenszt, ugye? Jó drágám, mert biztos, ha van ilyen, akkor de nincs ilyen. De ha lehetne ilyet kapni, akkor jó drága lenne, megveszi, és utána igen, mindenkinek osztogatja, még lehet, hogy pénzér is, nem? Olcsó Windows. Vannak ilyenek, egyébként ilyen licenszek, ez ilyen tipikus volume licenszek, nagyon sokan ezzel üzérkednek a neten, teszem hozzá. Tehát valahonnan megpattintják, vagy valami régebbi Microsoft, itt egy cég Microsoft partner volt, de megszűnt, megmaradt a licensze, valahogy tovább viszi, látszatot keltve tovább viszi a licenszt, tehát a Microsoftnak nem tűnik föl, és ő ezért ilyen olcsó Windows-okat eBay-en itt-ott amúgy föl lehet lelni, és működik, csak majd egyszer lehet, hogy nem fog. Tehát, hogy ott lesz majd a szopacs, hogy vesz, és akkor utána aztán mehetsz kopogtatni, amikor vette 5 forintért egy Windows-t magadnak, hogy kéred vissza az 5 forintot, mert még nem működik. Ezért kell ezekkel vigyázni. Jó? De vannak természetesen olyan cégek is, akik hivatalosan csinálhatnak ilyet, úgynevezett viszonteladók, akik egyébként volume licenszeket adnak, digitális aláírással ellátott volume licenszeket, és jóval olcsóbban, mint egy dobozos Windows, de az teljesen legális, amíg az a cég működik. Mert ha az a cég nem működik, akkor kérdésessé válik annak a cégnek a Microsoft partnersége, és ha azt esetleg elveszik tőle, ami simán előfordulhat, akkor azokkal a licenszekkel mi lesz? Tehát ezért bukta ezeket. Ezért a legtisztább az, ha az ember vesz egy dobozos Windows, tudom, hogy drága, de azzal legalább nem lesz gond. Vagy egy olyan gépet vesz, ami az jár a Windows, és akkor megint csak nincs probléma. Egyébként Home-ot azt felejtsd el, tehát ilyen, ez Home nem létezik. Ez csak Pro-k vannak volume licenszben, vagy Enterprise-ok. Úgyhogy Home az nincsen, legalábbis tudomásom szerint.
Józsi írja nekünk, hogy Magyarországon 1988-ban adták ki az első bankkártyát, amely a Visa közreműködésével vált lehetségessé. Hát most is van ilyen, már hogy Visa él és virul. Gyakorlatilag egyébként manapság, most ezért lehet, hogy a banki szakemberek, tudom, hogy van olyan a nézőink között, most biztos húzni fogják a szájukat amiatt, amit most mondok, de egyébként manapság olyan mindegy, hogy Visa vagy Mastercard, nem? Tehát mindenhol mindent elfogadnak már, tehát nincsenek ilyen szintű különbségek, de kétségtelen, hogy két teljesen külön, hogy mondjam, infrastruktúráról beszélünk. Ezt nem tudtam, mondjuk 1988-ban volt az első bankkártya. És ATM is volt hozzá? Hát itthon, úgy értem. Ja, hogy Magyarország, igen. Tehát Magyarország. És ATM, az is egy darab volt, ott egy bankkártya, egy ATM. És akkor elkezdték osztani a bankkártyákat, de mindenki csak, ha feljöttél Pestre, és bementél a, nem tudom, a jegybank melletti ATM-hez, az egyhez, ott állt a sor, gondolom, ott tudtál felvenni pénzt. Nem, hát gondolom én azért ez egy idő után gyorsabban terjed, de nem is tudom, nekem az első bankkártyám a 90-es évek közepe, 90 pár óta van. Igen. Aztán sokáig nem használtam bankkártyát, teszem hozzá, valamiért. Volt bankszámlám, aztán hagytam, megszüntettem, mert hogy nem használtam, mert akkoriban még az volt a divat, így a 2000-es év, nagyon sokáig, hogy cashbe kapta az ember a fizút, ugye? Csak miután vállalkozás, meg ott azért már kénytelen az ember bankkártyát használni, meg azért a digitális világ is rákényszerített minket arra egyébként, vagy hát jött ezzel együtt, hogy hála Istennek teszem hozzá, hogy most már mindenki bankkártyázik, vagy legalábbis akik óvatosan fogalmazok, hogy ne bántsak meg senkit, de igen, tehát azt gondolom, ez hozzá tartozik manapság az élethez. Jó, na mi van itt még nekünk? Laci írja nekünk, szia Vendi, mi lesz azokkal a trollokkal, akik például Photoshop manipulált okmánnyal igazolják magukat, csak mert volt már, volt pár ilyen komment is. Hát ők ráadásul, hogy hívják ezt, közokirat hamisítást is elkövetnek egyben. Tehát, hogy ez komolyan büntetendő dolog. Az más kérdés, hogy a Facebook mit szól ehhez, de a Facebook akár feljelentést is tehet, hogyha személyi okmányt, vagy nem tudom, hogy feljelentést tehet-e, mert igazából most az, hogy te oda photoshopolod magadnak a dolgot, amíg csak magadnak photoshopolgatod a saját személyi igazolványodat, szerintem azzal nincs gond. De amikor ezt te felhasználod személyi azonosságodnak az igazolására, akkor onnantól kezdve elköveted a bűncselekményt. Tehát, hogy ez olyan, mint a pénzhamisítás is ilyen dolog. Tehát az, hogy te otthon monopoli pénzből csinálsz igazit, vagy hasonlót, vagy soros pénzt, vagy nem tudom, mert ugye ilyen is volt. Aztán abból is botrány volt egyébként, hogy ugye hasonlít, meg megtévesztő, meg nem tudom, azt Julika néni azzal akart fizetni a boltba, és akkor még ő került bajba. Mindegy, hagyjuk is ezt a dolgot. Ilyet nem csinálunk, tehát ezek közokiratnak minősülnek, ezt nem hamisíthatod, és nem, most azt mondom, ha otthon ezzel játszol, a kutyát nem érdekli. Na de miért játszana otthon az ember azzal, hogy hamisítgatja a személyét? Ha meg ezzel igazolás céljából fel is használod, az bűncselekménynek számít. Nem tudom, hogy a Facebook ebből csinál-e ügyet, de akár csinálhat is, tehát ezzel még akár meg is üthetik az emberek a bokájukat. Tehát ne csináljunk ilyet. Miért jut az eszébe valakinek ilyen? Tehát pont azért kéri a Facebook, hogy azonosítsd magadat, hogy ugye valóban normális, ne kamu profilok legyenek, ezt akarják kiszűrni. És még ehhez is kamu adatokat adnak be az emberek, akkor mire számítanak? Tehát én azt mondom, hogy igenis jelentsék fel az ilyet. Tehát, hogy ne vicceljünk már. Aztán a Google SMS olyan lesz, mint az iMessage, azt már ígérik pár éve, hogy aktív lesz, ezt írja Józsi. Igen, ezt hasonlítottam én is a dolgot, hogy igazából az iPhone-okon a kezdetek óta van ilyen lehetőség, gyakorlatilag iPhone-ok között ugye működik az iMessage, és az gyakorlatilag legalábbis hasonló az elve. Tök ugyanarra való, mint az SMS, vagy inkább már MMS-nek mondanám, meg ez az RCS is gyakorlatilag MMS, ha úgy nézzük, mert ebben már fotók, minden küldhető, tehát nem csak rövid szöveges üzenet, hanem képek, fotók, file mellékletek, stb.
sőt, csetelni lehet vele, és pont ez a lényeg. Most nem gondolja azt gondolom, hogy minden egyes elküldött üzenet után fizetni kell, mint az SMS-nél. Tehát, hogy azért azt gondolom, aki manapság így csetelget SMS-ben, ráadásul az meg is érdemli, ha csak nincs valami korlátlan SMS-es csomagja, mert ilyen is van persze, de mi értelme van manapság 160 karakterbe belezsúfolni, úgy 160, hogy csak az ABC-t használhatod, tehát a ékezetet már nem, mert akkor rögtön levesz, azt hiszem, 8-at egy ékezetes betűre, tehát hogy vagy több üzenetbe küldj el, és akkor gondold el, hogy a 30 forintos SMS-ekkel, mert még a legtöbb szolgáltatónál, hogyha fizetni kell értek, 20-30 forintba kell egy SMS minimum. Hát gondold már, ember, azért, hogy leírt, hogy hogy vagy, kösz jól. És akkor így 30, meg 30, és akkor gyakorlatilag 100 forint, hogy megválaszoltad valakinek, hogy jól vagyok, köszi. Hát ki az a hülye, aki még mindig SMS-ezik, tényleg. Aztán... Micsoda, a matematikai számítások alapján mutatják a távolságot, illetve sebességet egy oldalon, hogy whereistheroadster.com. Ja igen, na nézzük. Most már én is kíváncsi, hogy hol jár az a roadster. Nagyjából, hát de már rég kiment a solar systemünkből, ezek szerint. De nem arról volt szó, hogy a napba fog bele menni. Most akkor kifelé megy belőle? akkor valamit nem jól tudok. Hogy éppen hol van, mert itt és itt a roadster, ja. Megmutathatjuk. Csak arra kiveszem innen a bookmarkjaimat. Itt van, né? Itt van, kérem szépen. Ugye ez a naprendszerünk, és itt jár a roadster jelenleg, valahol, ugye a Mars pályáját is keresztezi két helyen is, ahogy látom. Ugye itt van a Föld, aztán itt azért most már, mivel körbe-körbe megy, azért ne legyenek kétségeink, tehát nem így elindult és így keresztül mindenen, azért, mert itt például a napon keresztül kell valahoz menni, nem. Tehát körbe-körbe megy, hogy a bolygók is keringenek ugye a mi kis napocskánk körül, a roadster is kering, és már valahol a Vénusz és a Mars között van félúton, legalábbis ha a keringését nézzük, csak ugye más-más egy kicsit a pálya, amiken kering a Mars is, meg itt a Vénusz is, meg a roadster is egy másik pályán kering, de valahol keresztezi a Marsot, hát reméljük nem ütközik bele. És akkor itt van a kalkuláció, hogy currently location, az azt jelenti, hogy 313.876.145, és így ugrál kilométerre van jelenleg a Földtől. Tova. Ugye towards, ez magyarul is tovar. Towards. Földtől towards. Ja, no. Úgyhogy köszönöm Józsinak? Nem, Gábornak. Köszönöm szépen, Gábor, hogy te ezt így követed. Én ezt nem is ismertem, ezt az oldalt. Aztán Árpád is írja, szia Vendi, szeretném megvenni a Windows 10-et, amit a mostani gépemre tennék föl, szándékomban áll valamikor venni a új gépet, hogy tehetném át majd a Windows 10-et? Ja, hogy te most vennél egy Windows, de majd később egy gépet is vennél, és akkor arra tennéd át majd azt a Windows-t. Azt simán. Egyszerűen fogod, és azzal a kóddal áttelepíted. Ha ne adj Isten probléma lenne, hát természetesen a kettőt együtt nem fogod tudni használni. Tehát a régi gép akkor vagy teszel rá Linuxot, vagy nem tudom, de ne azt a Windows-t használd rajta. De azt a Windows, vagy annak a Windows, vagy azzal a Windows-zal, amit majd ahhoz, vagy most veszel, azzal az új gépet is fel tudod telepíteni. Mondom, ha gond lenne, akkor csak át kell regisztrálni. A Microsoftnak a telefonos átregisztráló telefonvonalán ezt meg tudod tenni. Ugye bediktálod, vagy sok szám, beírod, ők visszaadnak egy másikat, beírod, és átaktiválja. Jó? Aztán... Józsi írja, szia Vendi, kipróbáltam a Facebook üzenet törlési lehetőségét, működik, mielőtt a másik személy látja, le lehet törölni az üzenetet, viszont a személy kap egy értesítést, hogy az üzenetet törölték. Kész. Igen, ez így van. Tehát, hogy látszik, hogy küldött neked egy üzenetet, az mindenképp látszani fog, csak mert hogy oda fogja írni, hogy az üzenetet törölték. Tehát, hogy te visszavontad azt az üzenetet. Ez így működik normálisan. Na. Twitchen is van hozzászólásod, Peti írja nekünk, és akkor mint utolsó kérdés, mert nincs nagyon időnk sajnos. Szeretnék okos tévét venni, az lenne a kérdés, hogy milyen szempontokra kell odafigyelni vásárláskor. Nagy nehezen gyűlt össze ez a 70 000, amit rászánnék.
ezért a legjobbat akarom megvenni ennyiért. 70 ezerért okos tévét, ez az elég necces. Például csak, hogy szempontot mondjuk, a felbontás egy 32 incses monitornál mennyire számít, vagy full HD, vagy csak HD ready. A tévé főleg YouTube videók nézésére, illetve egyéb filmek nézésére használnám. 32 centis incses, tehát az olyan 82 centis tévé esetén, az az igazság, hogy szerintem a HD Ready is tökéletesen megfelel, nem nagyon fogod észrevenni a különbséget a Full HD és a HD Ready között, ekkora méretben. Nagyobb méretben már lehet különbség, úgyhogy ott azért fontosabb lehet a Full HD, sőt még nagyobb méretben meg már indokolt lehet akár a 4K is, úgyhogy szerintem 70 ezerért az az igazság, hogy nem nagyon fogsz olyan okos tévét kapni, ami Full HD is lenne, és 32 incsnél nagyobb. Tehát szerintem ilyen árban inkább akkor jobb az, hogy okosabb a tévé, és most akkor a kétbetűs gyártót tudom neked a figyelmetbe ajánlani, és ezért nem mondok többet inkább, mert akkor tudnám. Most szerintem ebből is lehet tudni, hogy melyik, de nem mondom ki. Azoknak nagyon jó az operációs rendszere, ugye a WebOS oprendszert használják, és szerintem az okostévés oprendszerek közül az a legjobb, vagy legalábbis tapasztalataim szerint. De ez csak az én véleményem. Lehet, hogy a más gyártóra esküvők azok most azt mondják, hogy de hát szerintem a sokkal jobb. Nem mondhatok így márkát, de szerintem a két betűből tudni fogod. Nagyon kevés kétbetűs márka van. Jó, úgyhogy, és 70-ből esélyes, hogy egy HD Ready-t ekkora méretben lehet, hogy már kapsz. Jó, köszönöm a figyelmet. Ez volt a Restart, holnap folytatjuk. Szevasztok!